Jégszoborfaragás, koncertek, kézműves programok és finom ételek is várták a szabadságtérre kilátogatókat advent első hétvégéjén. Rögtön jönnek a hétvége eseményei, előtte azonban nézzenek meg egy kis ízelítőt a mai híradóból. Korcsolyázás, manó műhely és díszkivilágítás. Sokan kilátogattak az ünnepváró programokra. Adventi hangverseny, csíkszeredai diákok adtak koncertet a Városházán. És könnyes búcsú, 45 év után nyugdíjba megy Lovas Ottó, a mentőállomás vezetőinek meglepetésköszöntést szerveztek kollégái. Jó estét kívánok, december 2-án hétfőn itt a Városi Televízió híradójában. Pénteken este feldúltak az ünnepi fények a szabadságtéren, és ünnepélyesen is megnyitott a jégpálya. A Jégördög Sportegyesület bemutatója után ingyen csúszkálhattak mindazok, akik korcsolyát is vittek magukkal. Visszaszámlálás után gyúltak fel az ünnepi fények a város karácsonyfáján. Hagyományosan ezzel kezdődött és nyitott hivatalosan is a ceglédi advent. A rendezvényt a város polgármestere nyitotta meg. Néhány óra, és valóban felemelő hetek következnek. Adventus Domini, mondja a latin, az Úr eljövetele, de emellett mindannyiunk számára lehetőség arra, hogy visszatekintsünk, hogy magunkba szállva végig gondoljuk azt, hogy mi végre vagyunk ezen a világon, mit akarunk. Ez az időszak lehetőséget teremt arra, hogy felvegyük megint azokkal a kapcsolatot, akikkel régen találkoztunk. Megbocsássunk önmagunknak és mindazoknak, akiket valamikor akarva, akaratlanul megsértettünk, fogalmazott a polgármester. A hívőknek lehetőséget teremt arra, hogy lelkileg felkészüljenek valóban az Úr eljövetelére. És ezek a csöpségek pedig izgatottan várják azt a napot, amikor a karácsonyfa alatt megtalálják a Jézuska ajándékát. Az ünnepélyes megnyitó után hagyományosan a Jégördög Sportegyesület és az UTE ifjú korcsolyázói vették birtokba a jégpályát. Majd elindult hivatalosan is a ceglédi advent, amely 4 hétvégén át várja színes programokkal az ünneplőket. Gyerekprogramok és koncertek is várták a szabadságtérre kilátogatókat advent első hétvégéjén. Az egyik leglátványosabb program a jégfaragás volt. Egy Mikulással lepte meg a jégszobrász a közönséget. Vasárnap meggyújtották az első gyertyát a város adventi koszorúján. A Szent Kereszt Katolikus Általános Iskolások betlehemi műsorral készültek. Nagyon sokan várták szombaton este, hogy megnézzék az adventi programok közül az egyik leglátványosabbat, amikor egy szobrász jégből figurát farag. 130-140 kilós jégtömb, egy 1 méterszer 50x40-es méretekkel rendelkező jégtömb. A jégtömbből lassan kivehető volt, mi is készül. Egy Mikulást faragott Gáborec István. Azt mondta, a legnagyobb ajándék számára, ha látja a gyerekek és felnőttek csillogó szempárjait. Elismerő taps az mindenképp az a legszebb ajándék, úgyhogy az eredményezi a mi munkánkat. Körülbelül mennyi idő alatt lesz ez majd kész? Hát most úgy fél óra alatt reméljük, hogy sikerül elkészíteni. A jégszobor faragás mellett még számos program várt a hétvégén a családokat. Fellépett Szingviki, a Gabó Akusztik, koncertet adott Szebeni Szilvia és a Jó Zenekar, valamint a Living Room együttes. Sokan betértek a fűtött manó műhelybe, ahol szebbnél szebb karácsonyi díszeket lehetett készíteni. A téren sok-sok finomságot, forró teát, halat, puncsot, forralt bort és kürtös kalácsot is lehetett kapni. Vasárnap gyújtották meg a város adventi koszorúján az első gyertyát. Adventről, a várakozás időszakáról, Jézus Krisztus születéséről Szecsődi Péter plébános beszélt. Nyilván, hogyha nagy vendéget várok, akkor megfelelő módon akarok készülni a fogadására. Mi is a legnagyobb vendéget, a megváltót várjuk. A készületünk ennek megfelelő kell legyen. Ha jön, rögtön tudjunk ajtót nyitni. Ezért a mi vilasztásunk az a tevékeny vilasztás, ahol várlak téged, készítem az ajándékaimat neked, Jézusom, és ha jössz, rögtön nyitom az ajtót.
A plébános köszöntője után a színpadon a Szentkereszt Katolikus Általános Iskola betlehemi műsorát láthatta a térre kilátogató közönség. Csíkszeredai diákok alkotásaiból nyílt kiállítása a Kossuth Lajos gimnázium dísztermében. Különböző technikával készült rajzokat, festményeket, állatokat, csendéleteket és különböző portrékat is ábrázolnak a képek. Idén is ellátogattak Ceglédre a Csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola diákjai és pedagógusai. Az erdélyi tanulók alkotásaiból kiállítás is nyílt a Kossuth Lajos gimnázium dísztermében. A vendégeket Gulyás Zoltán igazgató köszöntötte. Mennyire szép az, amikor a tehetségnek ilyen téren és időn átívelő vonalát látja az ember. Tehetséges diákok, tehetséges tanárok keze alatt nagyon szép dolgokat tudnak produkálni. Nagy Zsuzsanna, a Nagy István Művészeti Középiskola igazgatója úgy fogalmazott, öröm újra találkozni és újra Cegléden lenni. Mindannyiunk számára a hétköznap szürkeségében szükség van a találkozásra. Művészettel, egymással, régi jó barátokkal, múlttal és jelennel, saját magunkkal, önmagunkkal találkozni. De Máté Klára, Krisztina, a Csíkszeredai iskola művésztanára is szólt a fiatalokhoz. Kis Lehel Sándor, korrepetítor, művésztanár pedig zongora játékával tette még szebbé a kiállítás megnyitót. A hétvégén elkezdődött az adventi hangverseny sorozat is. Elsőként a Csíkszeredai Nagy István Líceum diákjai mutatták be ünnepi műsorukat. Beszédet a polgármester dr. Csáki András mondott. Úgy fogalmazott, advent a megbékélés, a magunkba nézés időszaka, és lehetőség arra, hogy lélekben kinyissuk egymás felé a szívünket. Cegléden 2001 óta minden év karácsony előtt az ünnepi díszbe öltözött városháza ad otthont az adventi hangverseny sorozat első állomásának. A mostani koncertsorozatot is a Csíkszeredai Nagy István Líceum diákjainak műsora nyitotta, köszöntőt a polgármester mondott. Dr. Csáki András hangsúlyozta a magyarok összetartozását, bárhol is éljenek a világban. 40 évet kitöröltek az életünkből. Ezt a 40 évet nem lehet visszahozni, de azt a tudatot, hogy mi összetartozunk, bárhol élünk a világban, mi magyarok, azt igenis folyamatosan ápolnunk kell. A polgármester advent üzenetéről is beszélt. Ez a várakozás, a megbékélés, a magunkba nézés időszaka is, és lehetőség arra, hogy lélekben kinyissuk egymás felé a szívünket. Ez az este ezt a célt szolgálja, és minden köszönet vendégeiknek, honfitársainknak, akik kicsit messziről jöttek, de nyitott szívvel adják át ünnepi műsorunkat számukra. Dr. Csáki András meggyújtotta az első gyertyát az adventi koszorún, majd a közönsége a Nagy István Líceum ünnepi hangversenyét élvezhette. Az intézmény énekesei kórusa mellett a diákok hangszeres tudásukkal is elkápráztatták a közönséget. Jubileumi hangversenyt adott a Sztárai Kórus. Az énekkar alapításának 80. évfordulóját ünnepelték a Nagy Templomi Gyülekezeti Házban. Az énekkart Arany László lelkipásztor karnagy alapította 1939-ben. Olyan neves zeneszerzők írtak a kórus számára darabokat, mint Kodály Zoltán, Ádám Jenő, Gárdonyi Zoltán és Berkesi Sándor. Amerre csak járt, mindenütt összegyűjtötte az énekelni szeretőket, maradt fenn Arany László lelkipásztor karnagyról, a Sztárai Énekkar alapítójáról. Az alapítás 80. évfordulóját ünnepelhették most meg a Nagy Templomi Református Gyülekezeti Házban. 1939-ben a Református Egyházközségnek, egyháznak Ceglédi Sándor tiszteletű úr vezetése alatt volt már iskolája, volt bazársora, volt temetője, és volt három vagy két egyház része is, az Újváros és a Felszegi egyház része, ahol bibliórák, istentiszteletek voltak. Rengeteg mindene volt,
39-től pedig lett egy kórus, vegyes kar. Arany László szervezésében, nagy tisztelt úr szervezésében létrejött valami, egy közösség. Arany László legféltettebb kincse ez az énekkar volt, melyet 66 éven át összetartott és vezetett. Bár a város legidősebb kórusáról van szó, mégis méltatlanul kevesen hallottak róla, hisz egyház énekkarként leginkább a protestáns gyülekezetek adtak otthont szolgálatainak. Ettől függetlenül sok mindenre büszkék lehetnek, neves zeneszerzők írtak kifejezetten e kórus számára zeneműveket. Olyanok, mint Kodály Zoltán, Ádám Jenő, Gárdonyi Zoltán, Berkesi Sándor. Zenetörténeti jelentőségű ünnepélyeket szerveztek, pályázatokat írtak ki Arany László szárnyai alatt. Az ünnepen most a legifjabbak is felléptek. A református iskola diákjai után természetesen a közönség elé állt a jubiláló sztárai kórus is. Mintegy 300-an vettek részt a félvezetőket gyártó ceglédi cég Mikulás ünnepségén. A tavaly átadott kantinban színes programokkal várták a családokat, szülőket és gyerekeket egyaránt. A programon Mikulással és mesetündérrel lepték meg a kicsiket. Cegléd legnagyobb munkáltatójánál fontosnak tartják a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtését. Ezért is szerveznek rendszeresen a dolgozók számára családi programokat. Most Mikulás ünnepségre várták a családokat. A tavaly átadott kantinban a gyerekeket 7 kézműves állomás várta, ahol szebbnél szebb karácsonyi díszeket készíthettek. De még a különleges VR szemüveget is kipróbálhatták. Időközben megérkezett a mesetündér és a Mikulás is, akit nagy örömmel fogadtak. A kicsik. Szia Mikulás bácsi! Milyen utat volt, elmeséled nekünk? A rénszarvas sokkal jót utaztál? Hosszú volt és hideg. Hosszú volt és hideg, hát igen, Lapföldről ide érkezni azért nagyon hosszú. Esetleg nincs kakaótól? Kakaója van itt valakinek a Mikulás bácsinak? A Mikulás édességgel kedveskedett a gyerekeknek. Az adventi időszak különösen fontos a vállalat életében, hiszen a félvezetőket gyártó cég a dolgozói mellett fontosnak tartja a ceglédi lakosok és a különböző szervezetek támogatását. Például már második éve támogatják a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ keretein belül működő családsegítő szolgálat kezdeményezését, vagyis közösen teljesítik a gyerekek karácsonyi kívánságait. A vállalat karácsonyfájára kerülnek ki a gyerekek kívánságlevelei, amit a dolgozók önkéntes alapon teljesíthetnek. Illetve évek óta szervez a cég adventi ételosztást is. Idén december 13-án 11 és 14 óra között 300 adag meleg ételt osztanak ki a Szabadság téren. Könnyes szemmel búcsúzott kollégáitól Lovas Otto a mentőállomás vezetője. 45 éves pályája lezárásaként munkatársai meglepetés köszöntést szerveztek utolsó szolgálati estéjén. Lovas Otto stábunknak nyilatkozva azt mondta, csodálatos kollektíva dolgozik a ceglédi mentőállomáson, és arról is beszélt, hogyan készül a nyugdíjas évekre. Szombat este segélykocsi érkezett a Török János iskolához. Egy sérülthöz riasztották a mentőt. Lovas Otto érkezett, hogy segítséget nyújtson, csak úgy, mint 45 éve mindig. De ezen az estén nem ellátandó beteg, hanem kollégái várták. Lovas Ottót óriási taps fogadta, és persze könnyes szempárok. Természetesen Otto sem tudta elrejteni meghatódottságát. Köszönöm szépen nektek! Na, nehéz megszólalni egy ilyen helyzetben. Nem is tudok. Azt tudom nektek mondani, hogy köszönöm szépen. Lovas Otto 45 éve dolgozik az Országos Mentőszolgálatnál, 14 éve vezető. Ez volt az első munkahelye. Mint mondta, nem gondolta, hogy ilyen csodálatos meglepetéssel készülnek kollégái az utolsó szolgálati napján. Hogy a mentőállomás gyakorlatilag minden dolgozója itt van, ez magáért beszél.
nagyon érdekes az, hogy a gyerekeimmel nem túl régen beszéltem, tehát egy fél órán belül beszéltem a lányommal, a nagyobbikkal, a kisebbik, aki Németországban él, és ő vele vasárnap estére volt megbeszélve, hogy holnapra, hogy majd beszélünk, aztán itt vált, ő a legnagyobb meglepetés, de hát ez az egész, az tényleg nem sejtettem semmit abból, hogy itt ma mi fog bekövetkezni. Fantasztikus emberek a kollégáim, mondta Lovas Otto, aki arról is könnyek között mesélt. Az elmúlt 45 évben a több ezer riasztásból melyik eset érintette meg a legjobban? Amikor 3-4 évesek voltak a gyerekeim, és volt egy olyan kisfiú, aki életveszélyesen megsérült, az anyukája meghalt a helyszínen, ő meg megsérült, és az ellátás után láttam meg, hogy pont olyan nadrág van a gyerekem, mint az én gyerekeim volt. Szóval ez mindenképpen a legütősebb volt. Tudta, hogy embert próbáló hivatást választott, mikor mentő lett, hiszen nem csak fizikailag, lelkileg is komoly kihívás ez nap mint nap, de mégsem bánta meg. És azt is tudta, hogy eljön a nyugdíj ideje, készült is rá. Az utolsó napon azonban mégis furcsa érzésekkel ébredt. 45 év után elég furcsa, hogy ide jártam, illetve hát oda, és hogy lesz tovább, hogy nem kell menni, ezt így fejbe tudom. Aztán, hogy a gyakorlatban majd hogyan lesz ez, hogy fölkelek reggel, és nem kell arra mennem, hogy nem vissza arra a bicikli, ez mindenképpen érdekes lesz, és ez a jövő titka lesz, hogy hogyan sikerül. Ottótól a kollektíva nevében helyettese Tóth Balázs búcsúzott. Tőség mint fel se fogta azt, hogy te milyen fontos szerepet játszottál. Lovas Otto példamutató munkatárs volt, aki szívvel lélekkel végezte hivatását. A szakdolgozói képzés oszlopos tagja volt, az Országos Mentőszolgálat tavaly főigazgatói dicséretben is részesítette. Mi csak azt láttuk, hogy bármit kértünk Ottótól, illetve az mentőállomás kollektívájától, az mindig megvalósult. Nagyon nehéz számunkra is majd az a döntés, hogy hogyan próbáljuk meg Otto pozícióját pótolni. Nehéz feladat lesz. Az ajándékok és a sok-sok ölelés mellett Otto kollégái egy zenés kép összeállítással is kedveskedtek neki, ahol életének és hivatásának egy-egy pillanatai villantak fel. Nekünk is kiemelkedően jó kapcsolatunk volt Lovas Ottóval. A Városi Televízió számára mindig készségesen adott interjút, szívesen beszélt a mentőállomás fejlesztéséről, és természetesen szívügye volt az első segélynyújtás. És a 30 után jön a két befúvás. Köszönjük Ottónak a több évtizedes együttműködést, szerkesztőségünk is boldog nyugdíjas éveket kíván. Egyébként stúdiónkban is vendégül látjuk még, szerdán háttérmagazinunkban nézhetik meg a vele készült beszélgetést. Ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, Híradó természetesen holnap is lesz, este 6 órakor számítunk majd önökre. A folytatásban háttérmagazinunk jön, amelyben az adventi hangverseny sorozatból láthatnak egy hosszabb részletet. Nagyon szép estét, viszontlátásra!